Sziasztok! Ebben a videóban a magyar nép őstörténetéről fogunk beszélni. Kicsit hangzatosabb címet is adtam az előadásnak: Mondák, krónikák és történetek a magyarság eredetéről és vándorlásáról. Biztos tudjátok ti is, hogy majdnem minden népnek van valamiféle eredetmondája, ami ugye egy adott nép eredetével foglalkozik. Ha egy kicsit boncolgatjuk ezt a szót, hogy monda, akkor arra lyukadunk idővel, hogy az eredet monda valami olyan történet, ami egy nép saját történetét dolgozza föl, van valóság magja a mondának, viszont színesítik azt csodás elemek. Ilyen eredet monda a magyarság eredetével foglalkozó csodaszarvas mondája, amit nem másnak, mint Kézai Simonnak köszönhetünk, aki egy krónikaíró negyedik László udvarából. A krónika tulajdonképpen nem más, mint egy középkori történelemkönyv, csak hogy ti is el tudjátok képzelni. Tehát Kézai Simon örökítette meg a magyar nép eredet amit most gyorsan sietve összefoglalok nektek, bár valamennyien bizonyára ismeritek. azt tartja ez az eredet hogy Noé, akinek a neve a Bibliából ismerősen cseng mindenki számára, aki túlélte a vízözönt, fiat nemzet, mégpedig Mér Rótot, aki nem más, mint a magyar népnek tulajdonképpen az ős apja, ugyanis Mén Rót, mikor párt választott magának, akkor Enére esett a választása, akinek a neve magyarul szarvast jelent, és Enével a földön alapítottak családot, két fiú született ebből a lángoló szerelemből, Hunor és Magor. Ez a Hunor és Magor a krónika alapján egyszer vadászni indult, és vadászat közben felbukkant előttük egy gyönyörű csodaszarvas, itt látható egy kép, persze csak illusztráció a csodaszarvasról. Üldözőbe vette a két fiatal a csodaszarvast, aki egészen a Meótis folyó vidékéig, a mai Azovi-tenger vidékéig vezette őket, ott azonban nyomtalanul eltűnt. A két tetrekész férfi, hunor és magor keresték még egy ideig, az eltűnt csodaszarvast azonban nem bukkantak a nyomára, viszont azt látták, hogy ez a terület meglehetősen szép, mocsaras vidék, állattartásra, letelepedésre alkalmas, ezért úgy döntöttek, hogy itt telepszenek le, és élnek majd ezen a vidéken. Így is tettek. Öt évig éltek háborítatlanul ezen a vidéken, a hatodik évben azonban belár vagy bolgár feleségeire, lányaira bukkantak ezen a vidéken, a Hunor és Magor leszármazottai, és elrabolták, nők kétették az asszonyokat, Hunor és Magor két alán fejedelem lányt választott magának, és itt alapítottak családot, és innentől kezdve itt éltek. Tehát a Hun és a magyar rokonságot hivatott kifejezni Kézai Simonnak, ez az eredet mondája, a csodaszarvas tehát. Van más is, ami a magyar nép őstörténetére ad bizonyítékot, akik nem értettek ezzel egyet, illetve egyéb tudományos alapokra helyezték az eredet kutatást, azok nem mások, mint a nyelvészek. Nekik köszönhetjük a finnugor nyelvrokonság kérdését, ezen a zábrán látható a finnugor nyelvrokonságot boncolgató nyelvi családfa. Itt láthatjátok, hogyha tüzetesen megnézitek, hogy a magyar itt a végén az uráli nyelvek egyike. Ugye az uráli nyelvek a Finnugor nyelv, majd ö, abból szétválva az Ugor, az ősmagyar és az Obi-Ugor ág, és itt található a magyar nyelv, tehát a Finnugor nyelvből, az uráli alapnyelvből kibontakozva. A legközelebbi re, nyelv rokonaink, ez alapján az ábra alapján és nyelvészeti kutatások alapján a hantik és a mansik, vagyis a vogulok és az osztjákok. Ez a legerősebben élő ö, eredet kutatás, azonban azt is mondják sokan, illetve a legújabb kutatások szerint nem a nyelvészetre kell hagyatkozni, hanem régészeti leletekre, ezek szerint szkít a lovas nomád néptől származunk. Ezt a rokonságot fogadja el a nyelvészet, és egy nagyon fontos dologra támaszkodik az alapszókincsbeli egyezésekre. Azt mondják, hogy a finnugor nyelvekkel a magyar nyelv alapvető rokonságot mutat, ezt fejezik ki az alapszókincsben felbukkanó szavaink, ilyen például a testrészek megnevezése, például a fej haj szem, mint azt látjátok ti is, vagy akár az állatnevek is árulkodók lehetnek, például a fecske, a varjú, vagy a hal halszavunk, ami felbukkan ezeknél a népeknél is nagyon hasonló hangzásban, vagy akár különféle tárgyak, eszközök legfőképpen használati tárgyakra kell gondolni megnevezései, például a ház, a fal és az ajtó de nagyon fontos azonosságot mutatnak a rokonság, vagy családi viszonyokra utaló megnevezések, például látjátok itt az atya, anya és a fiú megnevezés is azonosságot mutat az egyes finnugor nyelveken belül. Itt a legközelebbi rokonainkat láthatjátok a nyelvészet kutatásai alapján, a hantikat és a mansikat ezen a képen. Nézzük meg, hogy hogyan vándorolt, hogyan telepedett le a magyar nép, honnan indult és hogyan jutott el a Kárpát medencébe. Ez a videó már nem hivatott arra, hogy taglalja a honfoglalás menetét, viszont az addig való eljutást most szépen sorra vesszük. Az első állomás vándorlásaink során az nem más, mint az uráli őshaza. Látjátok itt az Urál-hegységet. Az urál-hegység keleti oldalán található az uráli őshaza, ahol azt tartják a kutatók, hogy ezek az uráli népek még együtt éltek, és nem csak nyelvükben, hanem életükben is hatottak egymásra. Azt szokták mondani, hogy ezek a népek, akik itt együtt éltek, még döntően halászattal, vadászattal foglalkozó népek voltak, és ilyen sátorszerű kunyhókba tengették minden napjaikat, vagy pedig rosszabb idő esetén, illetve hogy ellenálljon a a lakóhelyük az időjárás viszontagságainak gödörbe mélyített házakban, ilyen vermelt gödörházakban éltek. Hogy honnan tudjuk mi ezt, hiszen több ezer évre nyúlunk vissza, van nekünk egy nagyon híres kutatónk, László Gyula, aki eredetileg festő volt, majd a régészet megszállottjává vált. Ő volt az, aki megpróbálta rekonstruálni őseinknek az életét, a szokásait, és azt, hogy hogyan zajlott az élet, a mindennapi élet az uráli őshazában. Itt láthatjátok ezeket a sátorszerű kunyhókat, amiről beszéltünk, úgy már egy kicsit részletesebben a jurtákról is esik szó az előadásban. Jó, tehát ha László Gyula nevét bevéstétek, akkor kicsit ugorjunk az időben. Krisztus előtt 1000 és 500 körül egy ilyen népvándorlás következtében, az ugor nép kivált ebből a finnugor ugor népcsoportból, és azt gondolják, hogy innentől kezdve született meg tulajdonképpen a magyar nép, mert hogy ekkor kezdték el a magyarok már saját magukat önálló névvel illetni, megkülönböztetni a többi ugor ugornépcsoporttól, és arra gondoltak, vagy azt elemezték magyar nyelvészek, hogy a magyar az egy összetett szó tulajdonképpen, amivel jelölték magukat ezek a népcsoportok, és beszélő embert vagy beszélő férfit jelent tulajdonképpen a magyar elnevezés. Tehát itt Krisztus előtt 1000 és 500 körül egy kiválás figyelhető meg, és ez a kiválás ez tulajdonképpen egy életmód váltással is jár, ugyanis az erdős területet felváltotta egy ilyen sztyeppés terület, ami füves pusztát jelöl. Itt már ugye nem halászattal és vadászattal foglalkoztak elsősorban a magyarok, hanem állattartással, mégpedig nomád állattartással. A nomád állattartás ugye nem jelent mást, mint hogy nem éltek letelepedve őseink, hanem az állatokkal együtt, mindig legelő után kutatva, új és új szálláshelyekre mentek. És ugye ennek köszönhető a jurta megismerése, amiről mondtam, hogy még beszélni fogunk. Ugye jurtákban laktak elsősorban a nyári szálláshelyeken, viszont télen ilyen védett völgyekbe húzódtak a vastag hótakaró elől, és földbe mélyített házakban vészelték át a hideg időt. Nézzük meg gyorsan egy korabeli forrást idézve, hogy hogyan vélekednek a korai magyarokról, illetve azok életformájáról. Azt mondja róluk egy e, akkori e, utazó, hogy ennép, tehát a magyarok, kunyhókban és sátrakban lakik, követve az eső hullását és a fű sarjadzását. Más helyütt ezt jegyezte föl, a magyarok szemre való és szép külsejű emberek, nagy testűek, vagyonosak és szembetűnően gazdagok, amit kereskedelmüknek köszönhetnük. Rohájuk brokádból készült, fegyvereik ezüsttel vannak kiverve és gyöngyel berakottak. Állandóan portjára mennek a szlávok ellen, a magyaroktól a szlávokig tíz napi járóföld van. Jó, tehát amit tudni kell az életmód váltással kapcsolatban, hogy a nomád életmód jelenik meg a sztyepp területek elérésével. Mehetünk tovább, tehát az uráli őshaza, ugye az urál -Hegység keleti oldalán található. Hogyha tovább, ha kísérjük tovább a vándorlás menetét, akkor láthatjuk, hogy a következő állomás már az Urálhegység európai oldalára tevődik. Ez az úgynevezett Magna-Hungária, vagy Nagy-Magyarország. Ugye látjátok, hogy ez a terület már az Urál-hegység európai oldalára tehető, a Volga és a Káma folyó közötti területre. Ezt az időszakot fehér foltnak is szokták nevezni a magyarság történetében, a Magna Hungáriában eltöltött időszakot. Ez a Krisztus előtti 800 és a Krisztus utáni 700 közötti időszakot öleli föl. Amit viszont erről az időszakról tudunk, illetve az ezen a területen eltöltött évek soráról a társadalmi rétegződés ugyanis azt bizton állíthatjuk, hogy a társadalom úgy épült fel, hogy voltak a nagy családok. Ennek ugye benne is van a nevében, hogy ezek vérségi kötelék alapján létrejövő társadalmi szerveződések. Ez általában kb. olyan 25-30 főt jelölt egy nagy család, és ezek a közös munka végzésre jöttek létre, ezek a társadalmi magok. Ebből építkeztek a nemzetségek, majd egy-egy nemzetséget a törzs, tehát a nemzetségek viszont törzsekbe tömörültek, tehát így épült fel a társadalom. Erről az időszakról forrás, illetve erre a vidékre tehető Julianus barátnak a neve, aki ugye 1235-ben negyedik Béla uralkodása alatt indult el a keleti magyarok felkutatására, és ő talált itt a Volga folyó vidékén magyar nyelven beszélő embereket, tehát a magyarok rokonait. Jó, nézzük gyorsan tovább, hogy a Magna Hungária után hova vezetett utunk, de mielőtt megnéznénk a következő állomást, még a társadalomhoz szorosan kapcsolódik, és elfelejtettem említeni a hitvilágot, hogy tudunk némi adatot, az őseink hitéről. Azért nem beszélhetünk uh, uh, egységes hitről, mert az nem létezett hitvilág, vagy hiedelem, amivel inkább illetni lehet uh, a magyarokat. Ennek nagyon fontos uh, eleme az úgynevezett uh, táltos és az ő szerepe. Itt látható a feszti körképnek egy uh, részlete, ahol áldozatot mutat be a táltos. A táltos ugye egy uh, egy szent ember, biztos, hogy tanultatok meg, hallottatok már róla, valamiféle testi fogyatékossággal született, legyen szó akár hat újról, vagy több fogról, vagy akár már foggal születésről is. Ez a táltos arra volt képes, hogy az itt látható életfának a segítségével a párhuzamos világok között mozogni tudjon, és a szellemvilággal kapcsolatot létesíteni. Ugye a dobjával esett transzba, és akkor ő utazott a világok, a földi és az égi világ között. A tájtos szerepe mellett fontos még megemlíteni, ha már a hiedelmekről és a hiedelemvilágról van szó, a totem hitet. Nagyon fontos volt, és régészeti leletek árulkodnak erről hogy egyes állatoknak kiemelkedő szerepe volt, és szentként csodálták, tisztelték őseink. Ilyen volt például a ló, akit nem egyszer temettek gazdájával együtt, hogy akár ugya a túlvilágon is szolgálhassa, illetve szállíthassa urát. Nézzük meg gyorsan a következő állomást Magna Hungária után. Ez nem más, mint Levédia. Levédiát tulajdonképpen a 8. század közepe tájéken fedezte föl magának a magyarság, és ezen a területen egy nagy birodalom, a kazár birodalom fennhatósága alatt éltünk. Ez rá is nyomta bélyegét a, a mindennapokra. Viszont ennek köszönhetünk egy nagyon fontos történelmi forrást, ugyanis Bíborban született Konstantin lesz az, aki tudósít nekünk a magyarság történetéről erre a korszakra vonatkozóan. Bíborban született Konstantin ugyanis írt fiának, egy tulajdonképpen egy intelmes könyvet, hogy hogyan kell helyesen uralkodni, és ebben a könyvben esik szó a magyarokról, akiket ő ekkor még türköknek nevez. Nézzük is meg, hogy hogyan vélekedik a magyarokról. Azt írja rólunk, hogy a türkök népe Kazáriához közel szerzett magának lakóhelyet, azon a helyen, amelyet első vajdájuk nevéről Levédiának neveznek amely Vajdát tulajdon néven Levedinek hívták. A türkök hét törzsből állottak, minden háborújukban együtt harcoltak a kazárokkal. Ugye megbeszéltük azt, hogy kazár alatt éltünk, nyilván valami ellenszolgáltatással uh, tartoztunk a kazár fejedelemnek, segítettük őt harcai háborúi során, portyázásai során, ezért mi cserébe természetesen megkaptuk jutalmunkat. Azt írja ez a szerző bíborban született Konstantin, hogy törzsekre tagolódtunk, hét törzsnek a nevét kell megjegyeznetek és tudnatok, ez a hét törzs pedig nem más itt található, de kútfőből is illik tudni, Tarjá Jenő kér Keszinyék, Megyer és Kürgyarmat, tehát erre a hét törzs tagulódott tagolódott A magyarság. Levédia után Etel közben, a folyó közben vándoroltunk. Ennek nagyon egyszerű oka volt, ugyanis a kazár birodalomban belső háborúk, belső ellentétek dúltak, a fennhatóság filártsága megingott, és ezért mi tovább vándoroltunk, és ö, ebben a folyó közben találtuk meg következő állomás helyünket, következő otthonunkat. Ugye beszéltünk a törzsekről, még levédi a kapcsán, etel közben már a törzs szövetség fogalmával kell megismerkednetek, ez tulajdonképpen a katonai erő megnövekedését jelentette, hogy törzs szövetséget alkottunk. Ugye itt uh, hét daliás férfi közül került ki álmos fejedelemé a törzsek éléről, ugye álmos előd, Ont-Kontas Huba, hét vezér, és közülük álmos lesz az első fejedelem, akinek születését egy nagyon fontos monda, az emese álma dolgozza föl. Ugye álmos anyja emese, aki álmában egy turulmadarat látott, és a turulmadár madár ezt számára, hogy fiú utódot fog szülni, és ez a fiú utód tulajdonképpen a magyarság őse, hiszen álmos fia lesz majd Árpád, az az Árpád, aki az Árpádházi ahonnan az Árpádházi királyok is a nevüket kapták, tehát évszázadokon keresztül vezetői, álmos utódai a magyar népnek. E, amellett, hogy vezetőnk lesz álmos, egy nagyon fontos dolog történik. Beszéltünk arról, hogy nomád életet folytatott eddig a magyar nép, vándorolt e, folyamatosan és nem ért letelepedett életmódot. Itt Levédiában már a félnomád életmód jellemző ránk, tehát valamiféle megállapodottság már a magyar népnél is történik, és ami még fontos, és amiről értesülünk, az a vérszerződésnek a menete, ugye, aminek köszönhetően álmost vezérré választják. Erről, illetve erről az egész korszakról anonimusnak a Gesta Ungaró értesülhetünk. Ugye anonimus egy Névtele jegyző, jegyző volt harmadik Béla uralkodása alatt. Itt látható a kép a vérszöv, vérszerződésről, ugye a férfiak, a hét vezér egy tálba csöpögtette elhullajtott vérét, és akkor abból kortyoltak, a monda szerint a szövetséget megerősítve. Jó, tehát amit tudnotok kell, a magyar nép őstörténetéről, hogy eredetmondánk a Csodaszarvas, foglalkozik vele, ott ugye a Hunor és a magyar rokonságot erősíti az eredetmonda, míg ugye a nyelvtudomány a Finnugor rokonságot kutatja, és egy közös őshazáról beszél, ahol ezek a Finnugor népek együtt éltek. És ugye van egy mai álláspont is, az Kita, a lovas nomád nép től származtatja a magyarokat. Szépen sorra vettük a vándorlás állomásait, az Urálhegység keleti oldalától, ugye az őshazából. Szépen sorba haladtuk, az Uráli őshazától, Magna Hungárián át, Levédiáig, majd végül az etel közbe, a folyó közbe való letelepedésünket is megbeszéltük. Köszönöm figyelmeteket, sziasztok!